Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzik, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a hajó jelenti a reményt, és a madarak a beszélgetéseket. Tehát ő keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, reménykedik abban, hogy ez sikerül. A hajó az jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Lehet, hogy ezt szeretné megbeszélni veled, hiszen tervez egy utazást. Az is előfordulhat, hogy ő külföldön él, meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás. A csevegés és ez a külföld kártyája jelentheti azt is, hogy azt tervezi, hogy tanul egy idegen nyelvet. És milyenek az érzelmei? Te állsz itt a középpontban, ha te egy hölgy vagy, és gondol rád, vannak mély érzelmek. De itt megjelenik a kasza, és az jelentheti azt, hogy úgy érzi, hogy te nem akarod ezt a kapcsolatot ápolni, hogy te le akarod zárni vele ezt a kapcsolatot. Persze ennek a kaszának más jelentése is van, amikor valami történik olyan hirtelen, amikor nem számítasz rá, lehet, hogy nem beszél előtte erről, de megjelenik előtted olyan hirtelen, lesz egy látogatás, hiszen itt látható az utazás, és látható a beszélgetés. Meg akar lepni téged. És mit fog tenni? Itt a nap jelenik meg, és a nap megvilágít valamit vagy valakit, mint például téged, az azt jelenti, hogy ő látni akar téged, tisztázni szeretne bizonyos dolgokat. Itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet, de jelent egy meglepetést is. És utalhat egy meghívásra, vagy egy ajándékra. Mi köt össze benneteket? A szerelem fűz össze benneteket. Lesz itt egy meglepetés, egy utazás, ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Tervezi azt, hogy meglátogat téged, látni akar téged, beszélni akar veled, tisztázni szeretne bizonyos dolgokat, itt lesz egy meglepetés, itt van közöttetek a szerelem, ez a virágcsokor lehet egy eljegyzés is. Vagy egy meghívás, egy közös utazás tervezése. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!